Köszöntöm kedves nézőinket, és külön köszöntöm a stúdióban Gráf József urat, földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert. Jó estét kívánok! Aki vállalta, hogy az önök kérdéseire és az én kérdéseimre is válaszol egy óra hosszan a Pécs TV-ben élő egyenes adásban, ez tényleg élő adás. És ebben az adásban önök azt kérdezhetnek a miniszter úrtól ebben a témakörben, amit csak óhajtanak, megígérem, hogy ezeket a kérdéseket föl is tesszük önnek. Hogy azért miről lesz szó, természetesen az agrárium mellett, hiszen az agrárium kérdéseiről is szó kell, hogy essen, egy új program, egy új költségvetés jön 2006-ban. Néhány fontos elemét, ami esetleg ebben a térségben fontos lehet, azt megemlítenénk. Aztán nagyon fontos kérdés a magyar piacvédelem az Európai Unióban, az élelmiszerbiztonság, azaz az EU-ban ezt fogyasztóvédelemnek nevezik elsősorban. Ezzel kapcsolatosan jó néhány dologról beszélhetünk, meg kell említenünk a MIZO és a pécsi élelmiszeripar helyzetét, valamint az energiatermelés a mezőgazdaságban és a Dél-Dunántúl fejlődési lehetőségei is szóba kerülhetnek a mai beszélgetésen, de minden önöktől függ, hogy önök mennyit és hogyan kérdeznek. Természetesen mi is készültünk kérdésekkel. Elsősorban, miniszter úr, ha megengedi, akkor egy ilyen személyesebb kérdéssel kezdem. Ön részéről egy egészen komoly és bátor lépés kellett, hogy legyen, hogy egy ciklus második felében, egy ciklusban a második kormányban, a második félidőben bevállalta ezt a szerepet a kormányzati csapatban, és ez talán az egyik legnehezebb szerep is volt, emlékezzünk csak mondjuk a tavaszi gazdatüntetésekre. Igen, hát én ahhoz a szakmai csapathoz tartoztam a mezőgazdasági bizottságon és a frakción belül is, akik hát nagyon sok kritikával illették, belső kritikával, ha szabad ezt így kifejezni, mert azért nyilvánosság elé nem léptünk vele, a kormányzatot, a saját kormányzatomat is, az agrárlépések tétovasága, nem megfelelő színvonala, lassúsága miatt. És hát én gondolom, a miniszterelnök úgy döntetett, hogyha ennyire tudom, hogy mit kéne csinálni, akkor álljak neki. És mutassa meg. Valószínűleg ez volt az oka az ő döntésének. Na most komolyabbra fordítva a szót, én azt gondolom, hogy aki, mint én is, több mint 35 évvel ezelőtt léptem be ugyanannak a cégnek a kapuján, amiben most egyik résztulajdonosként vezető voltam eddig az ideig, akkor ha arra bízzák ezt a tálcát, aki egész életében azért valamilyen módon kötődött még a politikai múltam időszakában is mindig a mezőgazdasághoz, hát annak nem szabad nemet mondani. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy ha baj van, vagy gond van, akkor egy olyan emberre bízzák, aki pragmatikus szakmai lépéseket tesz, nem 20 évre vázolja fel a megoldási lehetőségeket. És azt gondolom, hogy én erre vállalkoztam, ezt beszéltük meg a miniszter úrral, és az elmúlt 5,5 hónapban próbáltam ezt a pragmatikus, gyors vállalatvezetői stílust is megvalósítani a minisztériumban, és hát azért úgy gondolom, hogy jó néhány területen látszik is ennek az eredménye. Ez az úgynevezett ügyvezető kormányzás, eddig nem volt divat a magyar kormányzásban, és ön ezt talán egyedül is gyakorolja, nem akarom a többieket természetesen minősíteni, csak ezt a szemléletet akarnám megtudakolni, hogy ez hogy megy? Nem kellett túl sok politikai alkut kötni? Hát igen, először is ugye 59 éves korában az ember nem szegődik bohócnak. Tehát gyakorlatilag én azért vállaltam ezt a feladatot, mert megkaptam azokat a háttér lehetőségeket, amivel megalkottunk a miniszterelnök úrral egyszer. Másodszor ugye nagyon szokatlan, teljesen szabad kezet kértem személyi és gazdasági kérdésekbe. Harmadszor a minisztérium volt a legszokatlanabb a vállalatigazgatási módszer, meg az, hogy nem viszünk be egy vezető értekezlete 30 kérdést, és akkor 5-ig mindig eljutunk, a többi meg elmarad. Mondtam, hogy rajtam kívül van-e még valakinek felelőssége ebbe a minisztériumban? És államtitkár, és van. Megtaláltuk. Ma 5 témára többet nem tárgyalunk, abba döntünk, és mindenki eldönti azt, ami az ő felelősség. Ha rosszul döntött, akkor majd én felelősségre vonom. Tehát ahogy ez egy normális vállalatnál működik és megy ez a kérdés. Azon kívül pedig áttekintettük nagyon gyorsan a legfontosabb gondokat és problémákat, és néhány dolgot ki kellett mondani, amit eddig vagy nem akart, vagy nem mert kimondani 15 év alatt senki. Az egyik ilyen az volt, hogy ez azért akármilyen fejlődésen megy keresztül Magyarország, ez mindig agrárország lesz.
mondhatják a 3,5%-os össztermékből való részesedést, mondhatják az 5%-os foglalkoztatottságot, csak ez rögtön hozzá kell tenni, hogy még 20% az összből erre épül. Hát mit dolgoznának fel az élelmiszeripé vállalatok, amit nem ide számíthatunk? Mi hova termelnének a műtrágyagyárak, a növényvédőszer? Mit árusítana a kereskedelem, hanem az élelmiszer? Tehát azért ez ennél sokkal komplex. És még egy valami van. A lakosság többsége vidéken él, és ugyaneddig ezt senki nem fizette meg, de az országot kultúrállapotba kell tartani. És a vidéken élő és az agrártermeléssel foglalkozók döntő többségében ők tudják ezt a kérdést megoldani. Mit értünk kultúrállapot alatt? Kultúrállapot alatt az, hogy nem egy gaztengerbe élünk, és azok a földek is, amik nincsenek művelve, azokat kényszerértékesítésre oda merik adni az önkormányzatok, előbb-utóbb, most még nem teljesen, de mindent megteszek érte, hogy oda merjék adni, és elvegyék a tulajdonostól, nem a tulajdont, a használatot. És annál legyen, aki megműveli ezeket a földeket. Egy európai ország vagyunk, ugyanolyan a kultúránk, mint a többi nemzeté, ennek látszani kell a külcsinban is, hogy így fejezzem ki magam. Ez bizonyára nagyon népszerű gondolat, hiszen az önök jelszava egyébként a megművelt föld, fejlődő vidék, egészséges élelmiszer, otthonos Magyarország, ezt lehet az önök weblapján olvasni. Igen. És mi ezt nagyon komolyan gondoljuk. Mi nagyon komolyan gondoljuk, mert azt mondjuk, hogy a vidéken élő és a mezőgazdaságból élő ember mindent megtesz azért, hogy ez az ország ilyen legyen, és ebbe az irányba fejlődjön. És van ennek egy olyan területe, amit talán a leggyorsabban és a leglátványosabban kezdtem el a tevékenységembe. Ez az élelmiszerbiztonság kérdése. Ennek két vonulata van. Az egyik az, hogy kinyíltak az európai határok, az eddig a határon meglévő egészségügyi és különböző kontrollok megszűntek. Tehát most úgy mondom katonailag, hogy mélységbe védekezhetünk, azaz szállítás közben, logisztikai raktárakba, illetve az élelmiszerboltokba, vagy ugye a nagykereskedelmi láncokba. Ez egy új helyzetet teremtett, és ezt meg kellett tanulni, és meg kellett hozzá találni azokat az embereket, akik meg tudják ezt csinálni. Úgyhogy elég súlyos személyi változás, de most odaértünk, hogy működik ez a rendszer. Igen, a főállatorvos az nem nagyon örült az ön ténykedésének, mert elég hamar mennie kellett. Hát mondjuk a leggyorsabban 5 perc alatt az MVH igazgatótól váltam meg, mert a kifizetések ugye nem mentek, nem értette meg, hogy mit akarok, hogy akarok, mondtam, hogy nem kéne ezt nagyon erőltetni, holnap reggel ott volt az utódja, vagy másnap reggel. A főállatorvos pedig 20 éve barátom, ez egy nehezebb ügy volt, kifolyólag. Ővel egy hétig próbálkoztunk, de láttuk, hogy nem megy a dolog. Egy 36 éves fiatalember csinálja ma ezt a tevékenységet az ország megelégedésére, ahogy eddig tapasztaltam. De hát, ha az ember elvállal egy ilyen funkciót, akkor bizony ilyen kellemetlen lépéseket is meg kell tennie, mert a felelősség az felelősség nekem is, meg másnak is. Hát ráadásul önnek jött ez a madárinfluenza őrület, amit most már én azt gondolom apostrofálhatunk őrületnek, megjelent az interneten például egy nagyon komoly weblap, amit akadémikusok állítottak össze, hogy gyakorlatilag ez nem jelent egy ilyen komoly veszélyt, mint amennyire ez elterjedt, és nagyon komoly lapokban is például, mint a National Geographicban is egészen mélyreható elemzés volt, hogy mekkora járvány létezhet ebből. Persze biztos ez egy távlati lehetőség, de Magyarországnak egyébként nyilván ez is eléggé az önfelelősségi körébe tartozik. Magyarországnak van-e olyan problémája, ami miatt félnie kellett az egésztől? Hát először is azt szerettem, és mindig ez a nagyon, nagyon fontos első mondat, hogy ez egy tipikus állatbetegség, ez nem egy humán betegség, nem emberi betegség. Az a 168 vagy 161 szerencsétlen ember, aki ebben megbetegedett, ha én nem akarom egyetlen egy betegséget sem, mert minden ember ér kár, aki megbetegszik. De bármihez, mondjuk autóhoz, vagy bármihez hasonlítom ezt a nagyságrendet, ami a világban eddig előfordult, azért azt gondolom, hogy egy kicsit túl van lihegve a dolog. A másik, hogy Magyarországon ez a betegség nem létezik. Ezt mindenkinek meg nincs. Tehát az állatok között sincs? Nincs. Madárinfluenza nincs Magyarországon. Harmadszor az, amitől félnek, hogy ennek az emberről emberre terjedő vírusa valamilyen mutációban megjelenik, ez pedig egy fikció jelen pillanatban. Tehát egy olyan betegségtől rettegünk, amitől lehet rettegni, mert fölépíthetünk még 50 fajta betegséget, ami majd egyszer be fog következni az emberiség történetébe. De ez egy nem létező betegség, amitől félünk jelen pillanatban. És még azt hozzátenni, hogy a magyar állategészségügy ura a helyzetnek, hiszen az élelmiszerbiztonsági intézkedéseinknél, amit az elmúlt fél évben megtettük, és az élelmiszerforgalom 15%-át
azt a, úgy szoktam fogalmazni, hogy élelmiszeripari szemetet kitakarítottuk az országból, ami nem ide való, és még azért van mit tennünk, de azért csökken ez a nagyságrend, hál' Istennek. Tehát alkalmas ez a rendszer arra, hogy kezelje ezeket a betegségeket. Tehát nem kell annyira megijedni tőle, mint ahogy ezt csinálják. Továbbra is várva nézőink kérdéseit, azért akkor viszont adódik egy olyan kérdés, hogy hogy lehet azt megengedni, hogy egyszerűen legyenek áruházláncok, akik nem tartanak csirkehúst például? Tehát mi fog történni a baromfi ágazattal Magyarországon? Ez ugye itt a Pécs környéki területeket is erősen érinti. Igen, hát ennek az a szomorú gazdasági hatása, hogy emberek és családok sorsával játszanak felelőtlenül. Én azért azt mondom, hogy Magyarországon most már egész pontos méréseink vannak a csirkehús fogyasztás visszaeséséről, és hál' Istennek túlzók voltak az első jelzések. Itt egy 15%-os visszaesésről van szó, ami egy emberi gondolkodásmódba, aki laikus ezekben a kérdésekben, teljesen természetesnek tűnik, ha így megijednek ennyien tőle. És kezd visszaállni a fogyasztás. Azon kívül az orosz piacon jelentős pozíciókat sikerült nyernünk az elmúlt időszakban, beszállításba, tehát lassan az export kiegyenlíti a belső fogyasztás visszaesését. És azért is nagyon kár ez, mert a magyar fogyasztási struktúrában az elmúlt időszakban lényeges változás volt. A klasszikus sertéshús fogyasztó magyar nemzet baromfi hús fogyasztó nemzetté is vált, hiszen a 72 kiló egyfőre jutó fogyasztásból 30 kiló fölé kúszott a csirke, és 29 kiló körül van a sertés. Tehát egy jó irányú, egészséges változás zajlott végre, és ezt most majdnem megtorpedozta. Hát ez az egészséges életmód kommunikációnak a része, gondolom. Volt egy kérdés, hogy miniszter úr még most is bátran eszik csirkét? Igen, én rendszeresen fogyasztok csirkét, nagyon szeretem a csirkét, és nyugodtan mondhatom minden magyar fogyasztónak, és nem a szakmai kötelezettségből mondom ezt, hogy Magyarországon semmilyen veszélyt nem jelent, a magyar, ezt azért hozzá szeretném tenni, hogy a magyar felségjelzéssel ellátott csirke fogyasztása. Hiszen ezért mi a az oltól a termelő, a fogyasztó asztaláig felelősséget vállalunk. Ez melyik az a magyar felségjelzés? Ami rajt van a hú, és ahhoz képest még néhány tehát azt szám. Azt kell keresni. Ezt kell keresni, ezt abszolút feliratot. Nyugodtan lehet fogyasztani. És ugye a kereskedőláncok felelőssége abban van, hogy ebben az időszakban kicsit is bizonytalan eredetű külföldi csirkét ne hozzanak be az országba. Mi történik, ha mégis ilyen van? Ugye volt egy pár olyan helyzet, amikor ön igen komoly áruházat záratott be, személyesen. Igen. Azt mondta, hogy én gráfizsa bezáratom, kész. Igen. Hát azóta is folyik a jogi vita, hogy jogom volt-e bezáratni, vagy nem, de a dolgom már nem sokat változtat, mert megtörtént a bezárás, és kijavították a hibákat, és azóta működik az áruház. Ezután se tétovázok egyetlen egyszer se, ha ilyen dolog adódik, hiszen 3 nappal a beiktatásom után kitiltottam Magyarországra a szlovák és a cseh 2-8-as tejet, kamionra pakoltuk és visszaküldtük a feladónak, mert nincs jó ilyet csinálni. 1,5 millió tojást zúzattam be személyes utasításra, itt mondtam, hogy ugye ezt akkor tojta meg a csirke a pecsét szerint, amikor egy nap előbb kezdték árulni az áruházakba. Tehát egy igen érdekes. Ez tényleg érdekes. És akkor hogy kerül ilyen a pecsét? Evolúciós folyamatnak az eredménye lehetett. Akkor mégiscsak lehetett, ezek szerint a tyúk volt előbb. Én se tudom, igen. És hát ezen kívül a szalmonellás csirkét, ezen kívül még jó néhány terméket azért megsemmisítettünk, és leültünk az áruházláncok vezetőjével, ahol közöltem, hogy ez Magyarország. Itt a magyar szabályok és élelmiszer szabványok érvényesek. Aki ezt nem óhajtja betartani, ezt lehet, csak akkor menjen haza kereskedni. Ez ilyen egyszerű. Igen. Egy kicsit hosszabb távú témára fordítva a szót, ami természetesen az egészen összefügg. Az agrárium soha nem látott összeggel fog gyarapodni a jövő évben. Ugye a jövő évi költségvetésben 400,3 milliárd forint, ez valami 400.300 millió forint, hogyha jól fordítom ezt az őrületes összeget, ami két kérdést tesz fel, az egyik, hogy akkora bajban van a mezőgazdaság, hogy ennyi pénzt kell adni neki, vagy pedig olyan fejlődési pályára áll, ami ezt a pénzt vissza fogja forgatni a magyar gazdaságba. Nézd, egy összegbe hallani, vagy egy kijelentésben hallani ezt az összeget, ez nagyon magasnak tűnik. Igaziból azért nem olyan szép a mennyasszony, és nem olyan magas ez a támogatottsági szint. Ugyanis ha azt veszük figyelembe, hogy Magyarország belépett az Európai Unióba,
és az Európai Unióból származó források 30%-a az új tagországok esetében, 25-tel indultunk, de az évente 5%-kal nő, 30%-a az Európai Uniós tagországok támogatottsági szintjének, ehhez mi 30-at, mint saját tagország hozzátettünk, tehát így is 60-100-hoz, akkor még ugye messze nem egyenlő feltételekről beszélünk. Másrészt van egy természetes növekedése ennek az összegnek, hiszen az Európai Uniós források magukhoz vonzanak saját nemzeti kiegészítő forrás támogatásokat. Tehát azt is mondhatnám, hogy kényszerpályán vagyunk a támogatások növelésével, mert nyilván azt akarjuk, hogy az utolsó fillér eurót támogatást is bevonjuk az ország, de ezt hozzá kell tennünk a saját erős támogatást is, nyilvánvalóan a társfinanszírozást. Tehát jelen pillanatban azt mondom, hogy mivel több mint 25%-os a növekedés egy éven belül, ez igen jelentős. Vagy amikor kezdtük a kormányzást, ahhoz képest majdnem duplálja ez a támogatást. Tehát jelentős az előrelépés, de ahhoz, hogy az európai piacon megálljuk versenyhelyzetbe a helyünket, ez még egy köztes átmeneti állapot. Tehát ez még messze nem a Kánoán, ezt szeretném leszögezni, de afelé tart. De ugye, ahogy néztem a táblázatokat, például ez a legmagasabb az EU támogatottsági arány is ebben az oszlopban. Tehát. Igen, tehát 60% most már körülbelül az EU-s, és 40% a saját forrás, és ez egyre inkább az EU-s forrás javára fog minden évben átrendeződni, hiszen egy normál régi EU-s tagországban nincs nemzeti támogatás. Nincs a támogatás egésze EU-s támogatás. Néhány kivételes területen van, amit ugye úgy szoktunk mondani, hogy a kiskaput keresik és megtalálják, hogy azért egy kicsit tudjanak adni a saját gazdaságuknak. 6 olyan dolog van, amit ebben mindenképp ki kell emelni. Az egyik a versenyképesség javítása a támogatással. Ebben a legfontosabb, amiért maga a tüntetés volt, hogy nem kapták meg időben a támogatást a gazdák, és ellehetetlenültek gyakorlatilag. Mi a helyzet most ezzel? Igen, hát itt ugye én is avval kezdtem, hogy az, ami ez év tavaszán történt, az megismételhetetlen, és többet soha nem fordulhat elő. Ez az volt, hogy az elmúlt évi támogatásokat áprilisban sem tudta a magyar kormányzat kifizetni. Ennek az volt az oka, hogy az kifizető ügynökséget, az Európai Uniós kifizető ügynökséget az előző kormány, és nem szeretek visszafelé mutatni, csak egy mondatot mondok erről, mintha nem is lettünk volna Európai Unió tagja, nem foglalkozott vele, nem építette ki. Más országok 4-5 évig építették ezt a rendszert. A mi kormányunk pedig rosszul építette fel az első 2 évben. Ezt nekem a fejéről a talpára kellett állítanom. Azaz úgy építette fel a magyar kormány a kifizető ügynökséget, vagy az agrárkormányzat, hogy csinált egy budapesti kifizető központot, egy jó nagy központot, és a lenti szálait, csápjait azt felszámolta. Most ennek az lett a következménye, hogy a gazdákkal nem volt meg a közvetlen kontaktus és a kapcsolat. Ennek az lett az eredménye, hogy kiküldték a soha nem látott űrlapokat a gazdáknak, azt gondolták, hogy ők hibátlanul kitöltik és visszaküldik, és utána beteszik a számítógépbe, és a másik oldala meg öblik az euró. Most aki így gondolta, az nem Magyarországon él, és ezért nekem az volt az első, hogy a falugazdász hálózatot, tehát a végét kellett megerősítenem. Ugye másnap, hogy üzembe léptem, vagy elkezdtem a munkámat vidékről, éppen innen Pécsről felhoztam a hivatalvezetőt Budapestre, aki ismeri ezt a rendszert, és elkezdtünk normálisan dolgozni. A vége a dolognak az, hogy ugye idén április-májusban fizettük a tavalyiakat, most idén júliusban a decemberi kifizetést bárki előlegbe felvette, most december 15-én előlegbe, igen, egy kis kamatért, mert nyilván hát ingyen semmit nem adnak az országban, de akinek szüksége volt rá, ugye a SZAPSZ támogatást fölvette július 31-től, és ki fogjuk fizetni, aki nem vette fel mindenkinek december végéig, elsőnek az Európai Unió országai közül, tehát utolsóból elsők lettünk 5 hónap alatt. Ja, február 15-ig kifogjuk a top-up, azaz a saját nemzeti támogatást, utolértük magunkat a környezetvédelmi támogatásba, csak hogy az összegeket mondjam, hogy a nagyságrend, hogy 90 milliárd körüli ez a SZAPSZ támogatás, 44 milliárd a környezetvédelmi támogatás, utolértük magunkat a tejkvótákba, az erdőtelepítésbe, tehát december 31-ig, amikor én átvettem májusban az irányítást, volt egy 6-7 hónapos lemaradásunk, december 31-én semmilyen lemaradásunk nem lesz. Ez akkor biztató a gazdák számára a jövő évet illetően, de itt jött egy olyan kérdés, hogy mi lesz az elaprózott birtok szerkezettel, és akkor
most ugorjunk egyet a sorrendben, beszéljünk a földvásárlási hitelről, okay. ami egy teljesen új dolog, és szintén ennek a 400 milliárdos projektnek a része. Igen. Ez a földvásárlási hitel közvetlenül nem kapcsolódik a támogatásokhoz, a 400 milliárdhoz, hanem ez egy külön hitelprogram, ez egy plusz. Tehát ilyen értelemben még jobb a helyzet. Igen. Ez 18 milliárd forintos hitel lehetőség, amiben 50 milliárd forint, illetve 50 millió forint hitelt vehet fel egy gazdálkodó, és ezen vehet termőföldet, államit, vagy akár magánforgalomba, és bármilyen termőföldet, amit eladnak nyilvánvalóan, és hozzá tud jutni, és ennek egy 3,5%-os kamatterhe van, ami azt gondolom, hogy a mai viszonyok között egy igen kedvező hitelfelvétel, hiszen a másik 3,5%-ot az állam magára vállalja. Ne haragudjon, hogy ebbe belekötök, nem lesz a spekulációs alap, mert most már sokan egyszerűen azért vesznek termőföldet, mert nagyon jó befektetés. Igen, de itt azért nagyon szigorú szabályok vannak. Jó, hogy nem lehet ez csak az úgy. Az első az az, hogy hivatásszerűen foglalkozom mezőgazdasági termeléssel, a második, hogy helyben lakó legyen, ami 15 kilométeres körzetet jelent. Ez alól is van kivétel, majd teszek rá egy említést, és hát azon kívül pedig én azt gondolom, hogy a bank is megnézi azt, hogy ennek a visszatérítési lehetőséget egy tényleg ezzel foglalkozó vállalkozó akarja megvenni, vagy nem. Tehát itt 5 és 50 millió között lehet felvenni, illetve 5 és 20 év közötti időtartamra ezt a hitelt, és gyakorlatilag nem kell fedezet hozzá, ha 30% önerőt tesz le. Ha nem tesz le semmi önerőt, akkor erre a 30%-ra kell valami fedezet, mert a többire a föld a közvetlen fedezet. Nos, hogy miért vezetem be ezt a programot, és miért erőltettem? Ugyan sokan félreértik, de én egyértelműen leszögezem. Azért, mert 6 évig, a következő 6 évig nem vehet külföldi állampolgár Magyarországon földet. Ha ez sikeres lesz, ugye 7 év volt az eddig, egy év eltelt most már belőle, eddig tudtunk ugye halasztást kérni ez alól. Én azt szeretném, ha a magyar gazdálkodók vásárolnák meg a földek döntőségét. Versenyelőnyhöz akarja juttatni őket. Így van, teljesen természetes, hiszen ma még Magyarországon az átlagos hektáronkénti értéke a földnek ilyen 400 és 600 ezer forint között mozog, Európában pedig 3 millió forint. Tehát nyilván, hogy abszolút más versenyhelyzet lesz akkor, amikor már a külföldiek is vehetnek földet. És én azt gondolom, hogy a elaprózott birtok szerkezeten ez segít, mert akinek 5 hektárja van, az vegyen még 10-et hozzá, vegyen, vegyen neki 15, akinek 80 van, vegyen 20-at, legyen neki 100, de 300 hektárig gyakorlatilag bárki vett Magyarországon földet, de ha férj, a feleség, a gyerek vesz föld, akkor ez a, akár bővülhet is. Most 50 millió forintó ma Magyarországon átlagosan, ettől van durvább, magasabb arány és kisebb is, de átlagosan egy 190-100 hektár földet lehet megvásárolni. Az eltart egy családot? Igen. Attól függ, hogy milyen gazdasági szerkezetet alakít ki természetesen, és én mindig azt mondom, hogy az a gazdaság, ami csak növénytermesztéssel vagy csak állattenyésztéssel foglalkozik, az sebezhető. Tehát én mindig a komplex gazdaság. Ez már nagyon modern, ez már egy ipari dolog ez a mezőgazdaság, akármennyire is nem fér össze a dolog. Én azért azt tartom, hogy ne csak növénytermesztéssel foglalkozzon, akinek 100 hektárja van, hanem valamilyen állattenyésztéssel is, mert az állattenyésztés nek van még egy nagy előnye, hogy folyamatos árbevételt biztosít. Tehát az állat értékesít, míg a növénytermesztés az egyszer van, évente vagy egy-egy növény. Világos. Néhány olyan kérdés érkezett, ami rendkívül szakmai kérdés. Tervezi-e bevezetni az állategészségügyi ellátás kontrollálhatóságára a vonalkódos azonosítót is tartalmazó állatgyógyászati vényeket, kérdezi egy állatgyógyszerész. Igen, természetesen, sőt, nem csak ezen a területen akarjuk a pontos azonosítást bevezetni. Mikor tervezi ez a kérdés? Már gőzerővel dolgozunk rajta, és én úgy gondolom, hogy a következő év elején tudunk ebben lépni, de minden területen az a célunk, hogy a termelőig, tehát az élelmiszert, ami megjelenik a áruház polcán, hűtőszekrényébe vagy hűtőpultján, azt odáig vissza lehessen vezetni, hogy melyik termelő állította elő, milyen takarmányozást, milyen gyógyszerezést folytatott, és melyik ketrecből való és egyéni azonosítójel meg tudjuk állapítani, hogy miről van szó. Ugyanis bármilyen probléma esetén a visszakeresésnek óriási jelentősége hát van. Ez most így és a magyar állategészségügy alkalmas erre, ennek a számítógépes és technikai rendszerét természetesen ki kell fejleszteni, gőzerővel dolgozunk rajta.
sőt nem pont ide tartozik, de még egy hasonló témát hozzátennék, hogy szeretnénk bizonyos állatbetegségektől mentessé nyilvánítani Magyarországot, mondjuk a sertésnél az aujeszkitől, ezt a szakmabeliek tudják, hogy egy idegbetegség, ami rendkívül súlyos és egész állományokat tud tönkretenni. Az utolsó 50 millió forintos nagyságrendet kell a tesztelésekre ráfordítanunk, mert ennek az az előnye, hogy én már az Európai Unióból élő állat beszállítást nem tudok korlátozni határon, de azt mondom, hogy olyan országból tilos Magyarországra sertést behozni, ahol ez a betegség, az aujeszki létezik, ha mi aujeszki mentesek vagyunk, akkor nagyon sok riválist ki tudunk zárni abból, hogy ide élő állatot szállítsa. Nem haragszik, hogy most ezen elmosolyodtam, de gyakorlatilag ez egy rendkívül, az Európai Uniós kommunikációkból ismerős, és rendkívül rafinált, de igazi jó Európai Uniós játék. Igen, pontosan ezt játsszák mindenhol, ezért van rengeteg érdekes ötlet és szabálya az Európai Unióban, és ezért is bővül időnként a szabályzók köre, mert az országok ilyen módon tudják, nem lehet direkt módon lépni ebben, de ez egy olyan, mint a sakk gyakorlatilag. Igen, ugye mondjam, azért ennek az az alapja, hogy Hollandiából nagyon sok olyan élő sertés került be az országba, ami ténylegesen hordoz fertőző betegségeket, és én azt szeretném, ha minden magyar termék, persze ez ma még csak álom, de már nem annyira, tehát egyre közelítünk hozzá, minden magyar feldolgozott termék Magyarországon előállított állatból készülne, feldolgozásából készülne. Ugyanis így tudunk nagyon kiváló minőségű termékekkel a piacon lenni, és azon rajta, hogy magyar termék, akkor az annak magyar, el fog terjedni. Az magyar állatból. Az emberek van. Nem. Így van. Nem bolondok, pontosan tudják, így hogy mire kell figyelni. Lesz a jövőre gépbeszerzésre támogatás? Hát ebben még jó hírt nem tudok mondani, dolgozunk rajta, de ugye akkora volt az érdeklődés, ez 2 éves pályázat volt az AVO program, amit egy évben sajnos lejegyeztek teljes egészében. Sajnos, hát azt mondom, hogy szerencsére. Hát hatalmas piac volt ez. Lejegyeztek a magyar vállalkozók, és jelen pillanatban 4 új, eddig lezárt, de újból megnyitott AVO pályázatot tudtam éppen a tegnapi nap folyamán megnyitni, de ebbe a gép nincs benne, mert ebben jelentős volt a túljegyzés. Azon gondolkodunk és egyeztetünk az Európai Unióval, hogy a 2006 utáni időszakból hogy tudnánk előrehozni valamilyen pályázati rendszert, de ha ez nem sikerül, akkor van egy, az ugyan nem vissza nem térítendő támogatás, a fejlesztési banknál egy 40 milliárdos hitelkeret, ami viszont 50%-os kamat támogatású. Tehát akinek, ha nem is lesz megnyitva az AVO gép pályázat, nagyon szüksége van gépre, akkor egy 50%-os kamat támogatással a fejlesztési banknál tudjuk támogatni a kérelmét. Van még egy kérdésünk. Lát-e reális esélyt arra, hogy 6 millió sertés lesz ebben az országban? Csak még annyit mondja meg nekünk, hogy ez most sok, vagy kevés, jó, vagy nem? Hát ma 4 millió 100 ezer van. Igen, ma 4 millió 100 ezer sertés van Magyarországon. Éppen tegnap vettem részt egy Kiskunfélegyházán egy sertés konferencián, és a 11 millió volt a csúcsidőszakban. Tehát ehhez kell ezt mérni, a két határszámot. Én azt mondom, hogy Magyarország teljesítő képességének, körülményeinek ez a 6 millió sertés felel meg, és én nagyon-nagyon remélem, hogy az idei költségvetés már egy kis iránymutatást ad a sertéstartóknak. Másrészt most hát azért a sertés ár is jobb, mint ami volt az elmúlt években. Egy 285-290 forint az élő sertés elminőségű élősertés kilója, és hát ezen már van azért az önköltségen egy kis haszon. Nem kell azért nagy örömünket kifejteni ebben, mert az elmúlt 2 év veszteségét természetesen nem fedezi ez az idei ár, de legalább tartósan, és azt is hozzátenném, hogy a 25 európai ország átlag áránál mindegy 8 forinttal magasabb a magyarországi sertésfelvásárlási ár, és annál az 5 országnál, a nagy sertéstartóknak, itt mi monitoringon figyelünk, annál is egy 6-7 forinttal magasabb. Jelen pillanatban egyelőre Németországban magasabb a sertésfelvásárlási ára, és mindent elkövetünk azért, hogy ez így is maradjon. Ez érinti az iménti programot is, amelyben ugye a jövő évi költségvetéshez kapcsolódóan önnek jelent meg kommunikéje, ezért a nemzeti érdekek maradéktalan védelme, szó szerint írtam ki kifejezetten ebből az anyagból. Az imént azért lehetett abból egy kicsit átérezni, hogy mit jelent a nemzeti érdekek maradéktalan védelme. Most ön ezt elköveti
agrárminiszterként az Európai Agrárminiszterek Szervezetében, és hogyha jól tudom, ott ön eléggé hangadó pozícióban van. Sőt, hát múlt héten az Egyesült Államokban is, ahol azért mentem ki, mert a WTO tárgyalásoknak, ez ugye a világkereskedelmi szervezet, egyik legnagyobb ellenlábasa annak, hogy sikerüljön az évvégi hongkongi konferencia az Egyesült Államok, Brazília és a WTO más tagja és az Európai Unió között, az egyik legnagyobb ellenlábasa vagyok. A következő miatt, és azért mentem ki az Egyesült Államokba, hogy ezt közvetlenül megmagyarázzam a magyar álláspontot, ugyanis a francia a régi tagországok közül és a magyar az új tagországok közül a két hangadó ebben a témában. És a magyar érdek az, és elmagyaráztam az amerikai tárgyaló partneremnek, hogy azt a kettős nyomást, hogy mi 30%-át kapjuk a támogatásoknak az Európai Uniótól, és fölszabadítjuk a határokat, teljesen liberalizáljuk a kereskedelmet, azt jelen pillanatban a magyar agrárgazdaság nem bírja ki. És segítsenek nekünk abba, hogy az Európai Unió értse meg, hogy egyenlítse ki az unión belüli támogatásokat, és mi legnagyobb hívei leszünk annak, hogy szabadítsuk föl a világkereskedelmi kötöttségeket, hiszen a magyar gazdaság egyedül az a 10 csatlakozó ország közül, aki 3,1 milliárd eurós exportot produkál, és 2,1 milliárd a behozatal a élelmiszerbe. Tehát mi pozitív szaldóval rendelkezünk, nekünk érdekünk, hogy szabadon kereskedjünk a világban. De 30%-os támogatottsággal, a németek 100%-os támogatottságával szemben, ez elég nehéz lenne. És azt kell mondanom, hogy megértem, mert az amerikai partner pontosan megértette a magyar álláspontot, tehát nem azért, mert mi a szabad kereskedelem ellen vagyunk, hanem előbb egyenlítsük ki az Európai Uniós támogatásokat, és akkor partnerek vagyunk. Különbözően tartoznak nekünk az amerikaiak emiatt, mert amikor Lengyelországban lehegeztették a vagonokat a sínre, akkor nem a magyar búza miatt volt az, hanem az amerikai búza miatt, csak mindenki azt hitte, hogy a magyar búzától van a botrány Lengyelországban. Így van, de ezen kívül ugye a magyar érdekek védelmében van ugye jelen pillanatban a cukor tárgyalások nagyon komoly. Igen. Fejleményes jövő hét, kedszerda, csütörtökön Brüsszelbe, ugye ebben valamiféle döntést kell végezni, és hát ott is elmondtam azt, hogy Magyarország, mint egyéves EU-s tag, nem felel azért, hogy 10 év alatt cukorkészletek halmozottak fel az Európai Unióba, ezért nem hajlandó Magyarország vállalni ennek az ódiumát se, hogy ránk nézve is ugyanolyan negatív következményekkel jár, mint azokra, akik létrehozták ezt a cukorhalmazt. És hát ugye úgy fogalmaztak ott, hogy ez nem szoktak itt így beszélni, de hát nincs ebből különösebb probléma, hogy megszokják, mert én meg nem udvarolni járok oda, hanem a magyar érdekek kemény képviseletéért. A magyar érdekeket képviselni a bor ügyben is kell, mert Európában bármennyire is azt gondolnánk, hogy ez a bort ma már nem az alkohol fogyasztással, hanem inkább az étkezési kultúrával kellene összefüggésbe hozni, ugyanakkor a bor nagyon sok kis gazdaságnak megélhetést ad, a bor készítés, forgalmazás, szőlőtermesztés, mind-mind olyan, amely előre viheti a gazdaságot és a vidék felemelkedését szolgálhatja. Ha jól tudom, akkor az önök programjában a bor jövedéki adóját eltörlik, gyakor nulla kulcsossá teszik, mert törölni nem lehet adót. Igen. Így van, és ezt a bor promóciójára szeretnénk fordítani. A jobbornak is kell a cégér, hogy itt poénkodjak ebben a mondással, mert tényleg a borról van szó. És mi úgy gondoljuk, hogy így tisztességes a dolog. Ha azt akarjuk, hogy bevezessük a világba, és egyébként jó úton jár a magyar borászat, tehát nekünk itt Baranyában különösen villány, és nem nagyon kell ezt magyarázni, éppen örülök neki, hogy az elmúlt hetekben aláírhattam a villányi borok eredetvédelmi törvényét, és ez az út a járható. Tehát Tokaj, Villány, Eger, az a három, ahol ez már megvalósult, és közeljön még egy pár területen lesz. A minőségi borok az egyetlen kitörési lehetőség nekünk. De magyaroknak nagyon nehéz megfizetni ezt az ügyeset. Mi Argentinával, Chilével nem tudunk versenyezni az asztali borok tekintetében, 10 000 hektáros ültetvények vannak, ember hozzá se ér a szőlőszemhez, le van gépesítve, olcsón állítják elő a bort. Ebbe a kategóriában nem tudunk versenyezni, csak a minőségi borba. Azért jó asztali borok is vannak Magyarországon, és az azért a árfekvésben is megfelelő. De azért vigyázni kell a borászoknak is, mert azért éppen kicsit megfürödtem velük most Brüsszelbe az elmúlt időszakban. Ugyanis mindig azt mondták, hogy mekkora borfelesleg van Magyarországon. Az én feladatom az, hogy harcoljam ki, hogy 500 ezer hektoliter krízis lepárlását fogadja el az Európai Unió. Egy nem könnyű dolog, mert nem szeret fizetni pluszba az Európai Unió senkinek,
hogy az olaszoknak is másfél évig tartott, amíg sikerült elintézni. Én az szokásos gőzerővel két hónap alatt átvertem, hogy ezt az 500 000 hektoliter krízis lepárlásra lehetőséget kaptunk, és ugye a szakma se hitte valószínű, hogy ilyen gyorsan elintézem, mert mikor hazajöttem, hát 100 000-nél tartunk az összeszedett borba egyelőre, ami fölösleg és le lehetne párolni, úgyhogy lehet, hogy rajtam fog röhögni az Európai Unió egy része, hogy ezt ilyen harcosan végvittem. Mondjuk én is tanultam belőle, hogy azért a szakma minden szavát nem szabad szentírásnak venni. Na, de hát a szakma néha se gondolja, hogy a dolgok így megoldódnak. Igen, néha túloznak azért a problémák és a krízisek előállításával, kicsit óvatosabb leszek. Fölolvasnék néhány SMS-t, ha megengedi. Gratulálunk a munkához, köszönjük a támogatást a falukutató menedzselő programunkhoz, pécsi egyetemisták. A következő egy panasz, remélem, hogy ön tud rajta segíteni. Az MVH a májusban beadott támogatási fellebbezésemre semmi választ nem kaptam. Nem egészen érthető így az SMS, de arra kérem a küldőjét, hogy küldje el még egyszer, mert így nem... És az adatokat, vagy a nevet, vagy valamit. Hát az itt van a telefonszám, annak alapján vissza lehet. Van egy kérdés, hogy a tej felvásárlási ára fog-e változni? Igen, nagyon remélem. De milyen irányba? Jó irányba, ugyanis az elmúlt két hétben a tevékenységem egyik, én úgy gondolom, hogy amit nagyon szerettek a munkámból, az az, hogy a Parmalatot, az egyik legnagyobb tejipari feldolgozó vállalatot oda tudtam adni a termelők kezébe. És 3,5 milliárdos kormány garanciával ellátott hitelt kaptak a fejlesztési banktól az Alföldi Tejszövetkezet tagjai, és meg tudták vásárolni ezt a feldolgozót. Ugyanis nekem az a gondom a feldolgozókkal, és hogy amikor valami piaci krízis van, egyetlen egy dolgot tudnak csinálni, hogy rúgnak egyet a beszállítón, és lecsökkentik a felvásárlási árakat. El szoktam nekik mondani, nem túl kreatív gondolkodás ez, mert ezt a hülye is ki tudja találni, hanem egy kicsit valahol törni kéne az agyat valami más irányba is, és néhány kezdeményezés van. De most, hogy a termelők kezében van az ország tejforgalmának a 18%-a, abba bízok, hogy a bárányokból két hét alatt nem lesz farkas, és gyakorlatilag ezt a gondolkodásmódot, de mit lehet kitalálni? Amire nekem letették a nagy esküt, hogy így lesz, ezt meg fogják valósítani. És ha ők azért bőven a mostani ár fölött vásárolnak, és nagyon jó piaci pozícióik vannak, nyers tejértékesítés Olaszországba, Szlovákiába, azon kívül a feldolgozás területén, hát ha ők mondjuk, csak mondok egy példát, 68-ért veszik a tejet, és 62-ért mások, akkor nagy valószínűleg mindenki oda fogja, vagy egyre többen oda fogják vinni a tejüket, és azok a feldolgozók, akik csak úgy tudnak gondolkodni, hogy rúgnak egyet a beszállítón, akkor lassan kiszorulnak a piacról. Hát ugye ön dolgozott a beszállítói oldalon. Így van. Nyilvánvalóan. Ehhez kapcsolódóan meg kell kérdeznem, hogy mi az ön véleménye a MIZO pécsi megszűnéséről? Hát ez ugye erre lehet egy szakmai, meg egy politikai választ adni, inkább mondok a szakmainál. Az, hogy a szakma koncentrálódik bizonyos szempontból, és most Pécstől elvonatkoztatva mondom, hogy két üzemből lesz egy, és megpróbálja a logisztikáját beszállítani, ez sajnos a gazdasági életnek egy teljesen természetes vonulata. Az a része, hogy a MIZ-ot be kellett zárni, vagy nem, erről nekem egy kicsit más a véleményem, mint a tulajdonosnak, de hát nem én vagyok a tulajdonos, nyilván ez tulajdonosi döntés kérdése. Mondjuk azt az ötletet, Toleraci nagyon jó barátom, de hogy az önkormányzat működtes, azt megint nem tartom egy túl sikeres ötletnek, mert nem annyira vág profilba a dolog, és hát nyilván nem tudom, melyik osztály működtette volna. Tehát ez egy revolver volt, igen, gondolom. Igen, valószínűleg, hogy nem egy igazán jó megoldás lett volna, de a törekvés, hogy valamit próbáljunk ebbe tenni. Én azt gondolom, hogy akkor volt a szerencsétlen lépés, persze utólag már ezt nehéz visszaállítani, amikor a felszámolása volt a MIZ-nak, és akkor nem a termelői tulajdonba került, hanem pénzügyi befektető tulajdonába. Hogy ezt akkor kellett volna. Ha akkor termelői tulajdonba sikerül hozni a MIZ-ot, akkor én úgy gondolom, hogy ez a probléma nem adódott volna. De hát ugye utólag ugye már nem lehet ezen segíteni. Én inkább azt mondanám a baranyai és a pécsi termelőknek is, hogy a környékbeli üzemekben is, feldolgozó üzemekben, akár a Tolnatejet említem, vagy hát akár a Parmalatot, mert olyan óriási távolság, ugye itt azért autópályáról van, szóval nincs az országban, felé kell orientálódni, és azok a üzemek felé, akik tisztességes áron és időbe fizetnek. Én azt gondolom, hogy a tejpiacon egy fél év alatt egyensúly fog helyreállni, és a felvásárlások, a sertéshez hasonlóan lényegesen emelkedni. Hát most egy kicsit maradjunk itt a Dél-Dunántúlon, vagy mondjuk Baranyában leginkább, vagy inkább Pécset.
vagy Pécs környékén, hiszen látnak minket Szentlőrincen, Szigetváron is. Azért itt az autópálya az nem egy olyan üzleti alap, amire holnap alapozni lehet, tehát itt még az autópálya az nem fog elkészülni. Én a parvonatra gondoltam, tehát a hetes út elérhetőségére. Ja, értem, hogy a hetes út felé. Igen. Közben jött egy friss hír, amit ha megengednek nézőink, megosztunk önökkel, itt olvasható. Nem tudom, hogy ön tud erről, vagy mondhat-e már erről valamit. Több mint 100 millió ampulla magyar madárinfluenza elleni oltóanyagra van megrendelés. Ez 500 milliárd forintos bevételt jelenthet az országnak. Így van ez? Igen, hát örülök neki, ha így nem van. Szoktunk kontrollálatlanul friss hírt betenni, úgyhogy az idézőjelet azt, ha megengedik kedves nézőink, akkor kérnénk a hír mellé tenni. De egy ilyen műsorban ez előfordul, hogy kapunk ilyen információt, majd utána nézünk. Igen, bár azt hiszem a legilledékesebb helyen nézünk azt utána. Azt kell ilyenkor tudni, hogy ez a madár influenza elleni oltóanyag, és erre igazán veszélye a magyar emberek 99%-ának, hogy elkapják a madár influenzát, nincs. Igazán veszélyeztetett helyzetbe, és akik eddig megbetegedtek, végignézzük, azok olyan dél-kelet-ázsiai országokban élő emberek voltak, ahol a higiénes körülmények, az időjárás 40 fokos Celsius fokos volt, a 90%-os páratartalom, és gyakorlatilag benn laknak és élnek a csibeolba, és azt söprik fel az állatok ürülékét, gyakorlatilag ott veszélyes, és csak azok kapták el. Ilyen koncentrációban ezt a hírt mi úgy értelmezzük, hogy ez egy nagyszerű dolog, hogy van, sikerült Magyarországon kifejleszteni. Ugye a mai nap és tegnap is arról szóltak bizonyos íradások, hogy Olaszország, Oroszország, Ukrajna és más országok is érdeklődnek a magyar vakcina iránt, ami ugye azt jelentheti, hogy ez anyagilag egy nagyon komoly bevétel Magyarországon. Ez valóban így van? Ön tud erről a megrendelésről? Igen, így van. Tehát akkor ez igaz. Most, hogy ez a konkrét megrendelés, de hogy érdeklődnek, különösen ázsiai országok is, tehát Kínából is komoly érdeklődés volt, ez természetes. És annak is örülök, hogy ez megtörtént. Sőt, még egy kis örömöm van benne, hogy ennek a kitenyésztése tojásokban történik, tehát még az agrárágazatnak is van haszna belőle átmenetileg. Van mit kompenzálni a banafiágazatban, most úgy kára az agrárágazatnak az ebből, hogy a magyar lakosság egyrészt is úgy gondolja, hogy veszélyeztetett helyzetben van, és ezért nem fogyaszt baromfét, vagy akarja magát beoltatni. Tehát még egyszer hangsúlyoznám, hogy a magyar lakosságnak semmi oka arra, hogy a baromfi influenza ellen beoltassa tehát magát. Tehát egy pécsi lakosnak az égvilágon sem. A világon sem, mert olyan töménységű állat, és egyéb kell hozzá olyan körülmények, ami szinte lehetetlen Magyarországon. Menjünk tovább. Most egy kicsit tanácstalan vagyok, megmondom őszintén, mert az ön titulusa úgy szól, hogy földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. Az iménti jelmondatban a megművelt földfejlődő vidék egészséges élelmiszer, ez így tükröződik. Viszont, ha az ember a vidékfejlesztésre gondol Magyarországon, akkor azért bizonytalanodik el, mert rengeteg szervezet foglalkozik vidékfejlesztéssel ezen a néven. Tehát mondjuk van ilyen, hogy Magyar Vidékfejlesztési Hivatal a miniszterelnöki hivatalon belül. Hát akkor most ki felel Magyarországon a vidékfejlesztésre? Igen, hát ez egy tipikus magyar szervezeti fölállás, hogy ugyanarra sok szervezet is létezik. Mondjuk összehangolt ez a tevékenység, de igazán őszintén meg kell mondanom, hogy ebben a kormányzati struktúrában én se tudom, hogy miért van ez a, vagy miért van szükség. Arra, úgy maradtak dolgok. Igen, ezek így maradtak dolgok, ideje lenne ezen túllépni. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a vidékfejlesztés és a mezőgazdaság van nagyon szorosan egymással összefüggésben, hiszen a kettő egymásra épül, és csak így lehet. Például a mi pályázati lehetőségeinkben, AVOP és egyéb területeken benne volt a községek templom rekonstrukciótól, az iskola rekonstrukciótól, tehát nagyon sok minden. Az agrárágazat vidékfejlesztési projektjeiben. Ugyanis az Európai Unióban egyre inkább a közvetlen termelési támogatások helyett a vidéken maradás és a jövedelemhez jutás van valamilyen módon preferálva. Ami azt jelenti, hogy inkább az energianövények termelése, az erdősítés, a vidéki turizmus, a falusi turizmus felé kell ellépni a jövedelemszerzésbe, és nem annyira a közvetlen termelési ágazatokba. És ez az irányzat nagyon jól megfér a Földművelés és Vidékfejlesztési Minisztérium tevékenységébe. Az, hogy jelen pillanatban vannak más tervek, egyeztetjük a programokat és a feladatokat, de én azt gondolom, hogy nagyon sok felesleges átfedés van ebben. Hát például először is a szóhasználatban.
vidék alatt én értem Pécset is. Na most ez azért nem vonatkozik Pécs fejlesztésére ez a dolog, nem tartozik az agrártárcához. A nagyvárosok vagy a megyeszékhelyek fejlesztése, sőt szerintem még a kisebb városok fejlesztése, hiszen a szigetvári gyakorlatilag Szigetvár sem ebből a pénzből építi a gyógyfürdőjét. Igen, de gyakorlatilag van azért még egy átfedés ebben, hiszen igen, van a település fejlesztéssel foglalkozó miniszter is, ugye, akit Kolbert úrnak hívnak, és az ő minisztériuma foglalkozik alapvetően a település fejlesztési célokkal. Ezért mondom, hogy ez három kézben van jelen pillanatban, amin úgy gondolom, hogy kettő indokolt, a harmadik nem annyira. Végül is a vidékfejlesztés felelősség az mégiscsak az öné. Természetes. Az iménti híre hat csapat. Azzal az összefüggéssel, amit mondott, hogy természetesen megyei jogú nagyvárosok nem tartoznak ebbe a körbe. Igen, de az a területfejlesztés az gyakorlatilag. Az a területfejlesztéshez tartozik a Kolbert minisztériumban, igen. Az iménti híre visszacsatolnék csak annyit, hogy közben a kollégáim eljutatták hozzám az információt, hogy Rácz Jenő miniszter úr jelentette be a Magyar igen Televízióban az iménti eladást, úgyhogy ez akkor tényleg kontrollált hír. De ön is megerősítette. Jött egy újabb kérdés. Mi történik majd a megyében lévő mezőgazdasági iskolákkal, Selye, Szentlőrinc, valóban 21%-kal csökkene a költségvetésük? Hát a költségvetésük csökken, 2006-ban. Ez természetes, nem természetes, de jelen pillanatban gyakorlatilag az a helyzet, hogy a Földművelési Minisztérium intézmény rendszerébe, amiben kutatóintézetektől kezdve a FM hivatalokig, MVA hivatalokig, a iskolákig, középiskolákig 16 ezer ember dolgozik, és igen jelentős költségvetéssel működnek. Ezekben, mint általában az állami költségvetés takarékosabb és célszerű felhasználására, a költségvetés kevesebb, mint egy 15%-kal kevesebb forrást biztosít. De ez a 15%-os csökkentés, ez átlagosan értendő minden intézményre és minden létszám megoldásra is. Akkor mi hogy lesz ez melyik intézményt hogy érint, ezen most dolgozunk, és ez január 1-én ki lesz dolgozva. Tehát az, hogy a középiskolákat mennyivel és pontosan hogy érinti, azt ma nem tudom megmondani, de hogy költségcsökkentés lesz, az biztos. Hiszen azért egy modernabb közigazgatás felé próbálunk elmenni, és most nem csak az iskolákra mondom, mert alapvetően ők nem ezt a feladatot végzik, egy modernabb költség takarékos, egyablakos felé próbálunk elmenni, az ügyfélnek nem kell 5-6 irodát véglátogatni, a ügyeit akarja intézni, ezért hosszú távon egy olyan megyei agrárhivatal fog létrejönni, ami az állategészségügy, növényegészségügy, FM hivatal, MVH egy közös irodáját vagy székházát jelenti, amiben egyetlen egy helyen a bemenő állampolgár elintézheti az ügyeit. Ezt nem tudjuk most megcsinálni, de a cél ez. Egyelőre egy-két hivatalt vonunk össze, amit meg lehet technikailag oldani. Hát ez az intézménykorszerűsítési program, de valójában azért az tényleg egy komoly kérdés, hogy nem jobb-e önöknek, nem jobb-e az agráriumnak, hogyha olyan képzett szakemberek kerülnek ki ezekből az iskolákból, akiknek nem kell elmagyarázni már, hogy ne egy lábon álljon a gazdasága, hanem aki rendelkezik gazdálkodási ismeretekkel. Már gondolom nem középiskolai fokon tanulják ezt. Igen, de azért azt ne felejtsük el, hogy az igény az agráriumban a szakemberek létszámát tekintve az elmúlt időszakban azért jelentősen csökken. Igen. Tehát ma ezeknek az intézményeknek csak egy része foglalkozik agrár, kimondottan agrár képzettséggel, jó részük közgazdasági és más ismereteket oktat. Tehát viszont nyilván egy iskolának ki kell használni a teljes kapacitását, de igazából ma már abszolút tisztán agrár intézmény, középiskola, az nagyon kevés van az országban. Ismét érkezett egy kérdés, ami szerint terménytároló építéséhez milyen támogatást tudna ajánlani? Mert ugye felvásárlási árak nem teszik lehetővé a terménytároló építését. Idén. Hát jelen pillanatban egy nagy terménytároló építési programnak éppen a befejezésénél vagyunk, és egy következőt meglátjuk január elején, hogy mit fogunk indítani. Ez a program azt jelenti, hogy 2,5 millió tonna kapacitást építünk ebben az évben,
ami egy óriási, talán ilyen nagyságrendű, vagy ezt megközelítő nagyságrendű tárolókapacitás építés soha nem volt Magyarországon. Ez egy kényszerhelyzet. Ugye intervenciós felvásárlás van Magyarországon, mert a magyar belforgalmi ár az lényegesen alacsonyabb, mint az intervenciós ár, ezért gyakorlatilag akinek fölöslege van, azt intervencióra adja. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió megvásárolja ezen a védőáron, ilyen 25 ezer forint körüli áron. Igen, ez a beavatkozást jelenti. Ez a beavatkozást a piacba, de ennek az a gondja és a problémája, hogy Magyarországon kell tárolnom ezt a felvásárolt termék, nekem kell biztosítani a tárolóhelyet, és 3 évig, ha akarja, itt tartja. Tehát 3 éven belül kell megmozgatni a készletet és kivinni az országból. Na most, amikor én átvettem az irányítást, akkor 8 millió tonna gabona állt a raktárakba nyár elején, és úgy indultunk az aratásnak. A 8 millió tonna, hogy mindenki értse, ez egy éves magyar felhasználás. Teljes egy magyar, évnyi gabona készletek. Egy évnyi gabona állt a raktárakba. Sokan irigyelhetnének minket egyébként ezért. Igen, egyik oldalról. Másik oldal, akinek el kell helyezni, azért gondja van vele. És hát levezényeltem úgy az aratást, hogy mindenki azt mondta, talán azokra az újságcikkekre emlékeznek is, hogy a Kossuth térre öntik majd a gazdák a buzát, meg ezt csinálnak vele, meg azt csinálnak vele. Hát semmit nem csináltak, hanem elhelyeztük a buzát, és most elfogjuk a kukoricát is, ugye nagyon nagy nehézségekes gonddal, de ügyes, odafigyelő szervezéssel. De viszont ez egy tarthatatlan állapot hosszú távon. Tehát ha nem tudunk kereskedni, és nem tudjuk a készleteket eladni, akkor nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. Tehát 3 éves készleteket itt 25 millió tonnát nem tudunk tárolni az országban. Ezért bérelünk most vasúti kocsikat, Kóka miniszter úr kint járt Olaszországban, és próbálunk vasúti, Olaszországban nagyon jó most a gabona értékesítési lehetőség, csak elfogyott az összes vagonunk, mert évek óta nem volt jelentős kiszállítás. Hát tekünkre a állomások szűntek meg azért, mert nem, meg visszaépültek vonalak azért, mert megszűnt a mezőgazdasági szállítás. Így most van, mi történik? A szegény embert az ág is sújtja, a Duna vizálása is olyan, amilyen, hogy az uszályos szállítási szünetel most már 2 hete, de hát azért mindent megpróbálunk, hogy menjenek ezek a dolgok. De visszatérve az eredeti kérdésre, van-e olyan pályázat, amivel most lehet valamit kezdeni? Jelen pillanatban most nincs, most befejeződik ez a program, és jövő évben indítunk egy másikat. Illetve van egy, ugyanez a keret, a 40 milliárdos fejlesztési bankos hitelkeret, amit 50%-os kamat támogatása igénybe lehet venni. De ez nem egy 35%-os visszanemtérítendő támogatás. Miniszter úr, van még itt egy nagyon komoly kérdés. Pécset vagyunk, ahol egy egészen új gondolat vetődött föl az Európa Kulturális Főváros gondolat mellett, amiről azért hadd áruljam el, hogy információm szerint ön volt az egyik a kormány tagjai közül, aki az asztalra csapott azon a reggelen, amikor ez szóba került, hogy húzzák-e még tovább ezt a pályázatot, vagy nem. Gyakorlatilag igaz ez? Ez az Európa Kulturális Főváros. Belebonyolultam a kérdésbe, de nem felejtettem el az elejét, majd azt utána fölteszem. Csak közben eszembe jutott ez az Európa Kulturális Fővárosos dolog. Itt, mint mindenben, van néhány ember Magyarországon, aki úgy gondolja, hogy Budapesten kívül nem létezik más település. És úgy gondolja, hogy ilyen típusú rendezvényeknek méltó helye és otthona csak Budapest lehet, ahol ugye egyébként nem lehet közlekedni, ahol ugye egyébként kriminális viszonyok uralkodnak, és akkor mondtuk, hogy egy nyugodt, szép kisvárosba Pécsen, amire addigra már azért az autópálya, repülőtér és minden megvan, legyen ez Európa kulturális fővárosa, és keressen magának olyan partnervárosokat, ahova rendezvényeket ki tud helyezni. És ugye nem csak a pécsi születésem, vagy voltam, vagy ott a szigetvári körzeti, vagy közeli mi voltam, mondatta velem ezeket a mondatokat, hanem az a mérhetetlen fölháborodás, amikor úgy gondolják néhányan, most mindegy, hogy kormánytag, vagy kicsoda, micsoda, hogy Budapesten kívül itt nem is létezik élet ebbe az ország, és alkalmatlan mindenki arra, hogy egy ilyen feladatot megoldjon. Ugye odáig ment majdnem el a dolog, hogy hát tulajdonképpen döntött a zsűri, de ezt még felül lehetne vizsgálni. Igen, és akkor szivárogtak ki onnan. Mondtam, hogy azt aztán erről szó nem lehet. Hát egyszer megbíztunk egy nemzetközi zsűrit, aki értékelte a feladatokat és a problémákat. Most azt kell mondanom, hogy azért ez egy-két elvétett és szélsőséges vélemény volt. A kormánytagok döntő többsége, hogy egy-kettőnk hozzászólásának biztos azért a hatására, vagy segítette ezt a dolgot, határozottan és szilárdan kiállt a kormányfővel együtt, vagy a kulturális miniszterrel együtt, kultuszminiszter együtt, a határozott döntés mellett, és mindenképp Pécset javasolta, ami nekem is, meg mindenkinek gondolom nagy öröm.
míg végfut a következő kérdés, akkor befejezem az előző kérdésem első felét, amit azért vezettem fel, ennyire bonyolultam, mert tényleg arról van szó, hogy Pécs ki akar törni ebből a keresi azokat a kiutakat, amik a jövőbe vezetnek, és azokat a megoldásokat. Egyik ilyen megoldás, amit ugyan egy kényszerűség szűnt a bányák bezárási kötelezettsége, de jó fordulatot vett az erőmű biomassa átállása, és az energia, mezőgazdasági energiatermelés. Most lehet, hogy ez így nagyon bután hangzik, de ez erről van szó. Így van. Mi ezt úgy hívjuk szakmailag, hogy a másodlagos energiatermelés, igen, ami ugye a fosszilis energiák jó része kimerülőben van, vagy mindenki tudja, hogy egyszer végesek lesznek, valami mást kell kezdeni. Most addig kell elkezdeni a mást keresni, amíg az nem fogyott el, mert utána már később. Tehát érdemesebb befektetni a mezőgazdaságot? Igen. Én azt gondolom, Magyarországon mi 200 ezer hektárba gondolkodunk az első időszakban, amit kiváltunk a gabonatermelésből, és itt ugye létrejött az energiaerdő, mint olyan, és a energiafű például, de ugyanilyen az olaj, ugyanilyen olajrepce, ugyanilyen a kukoricának a lepárlása alkohol formájában, amit az üzemanyagba lehet tenni. Tehát nagyon sok ilyen a biomassa, ami a sertéstelepek vagy szarvasmarhatelepek hígtrágya vagy szervestrágya részében bedolgozott hulladékból gáz termel, amiből aztán elektromos áramot csinálunk. Ez a biogáz. Biogáz, tehát nagyon sok ilyen program működik és létezik, és Magyarország Európában a biztos utolsó helyek egyikét foglalja el ezen a területen. Tehát nagyon ideje van, hova, hogy valamit lépjünk ebben. Most meghoztuk az energiatörvény változtatását ősszel a parlamentbe, ami azt jelenti, hogy egy két éven belül a 2%-ot az energiából ilyenből kell előállítani, másodlagos energiából, és 2010-ig 4-4,5%-ig fel kell mennünk. Ez nem tűnik nagy számnak, de a nulláról viszonyítva azért igen jelentősnek. Meghoztuk azokat a törvényeket, hogy kötelező ezt az energiát átvenni, és azt is, hogy milyen fix áron, tehát hogy a befektetőknek látszódjon a kifutási. Hát van néhány technikai dolog, amit meg kell oldani, az energiafű elégetése, ami ugye speciális kazánt igényel, de a pécsi erőmű, nem közeljövőn megyek hozzájuk egy tárgyalás, és megnézem, hogy hogy áll a projekt. Ki dolgoztatott egy olyan kazánt, ahol ezt a problémát meg tudják oldani. Tehát nem a fa égés hőjén, hanem lényegesen magasabb hőmérsékleten kell ezt elégetni, de technikailag megoldható. Nem félt ilyen a magyarországi erdőket ettől az energiatermeléstől? Most féltem a magyarországi erdőket, amíg nincs másodlagos energiaforrás előállítva a szántóföldeken. Aha. Tehát a rossz minőségű vagy rosszabb minőségű területeken energiaerdő telepítés, ami 5-6 év alatt letermelhető. Persze, ezek ilyen vékony botok egyébként. Világos termelése. Most féltem, mert most a rendes erdőből viszik a hőerőműbe a bár állítólag a mecseki erdészet 30%-a kevesebb fát termelt ki idén, így, hogy szállított az erőműbe, mint tavaly. Hát nagyon remélem, hogy így van, és én azt gondolom, hogy azért a mecseki erdészet azon vállalatok közé tartozik, akik nagyon gondosan és jól végzik azt a munkájukat, hogy ne föléljék a jövőnket, hanem megfelelő keretek között végezzék az ország egyik legjobb erdészete, és erre, mint baranyai származású, elég büszke is vagyok. Nagyon köszönöm, le is járt az időnk. Annyit kérdeznék csupán, hogy mi az a változás, ami még idén várható, hadd használjam ki a lehetőséget, hogy itt van. Igen, hát most adjuk ki az összes törvényt, ami a földdel kapcsolatos. Így december 1-én a földet életjáradék programot indítjuk, a negyediket, amiben egy átlagos faluhelyen élő ember, aki 60 év fölötti és 2-3 hektárjától meg akar szabadulni, annak olyan 25-30 ezer forintos havi nyugdíjat lehet biztosítani élete végéig. Ebből a plusz eddigi jövedelmen és nyugdíján kívül természetesen kiegészítésképpen. Most adjuk ki a föld vásárlással kapcsolatos törvények jogszabályait, és hát folyik a költségvetés vitája, amiben legjobb akaratunk és szándékunk szerint szeretnénk ezt a 400 milliárd, 300 millió forintot felhasználni az agrárágazat sorsát illetően. És én azt gondolom ilyen záromondatként, hogy mindenütt ezt mondom, hogy a magyar agrárium az egy életképes szervezet, az itt élő emberek és itt dolgozó emberek kitűnő szakemberek, nagyon jók az adottságaink. Ha kiegyenlítődik a támogatási szint, akkor azért itt a környéken sok ellenfelünk nem lesz, meg tudunk verni mindenkit a termékeinkkel. Miniszter úr, nagyon köszönöm, hogy a stúdióba fáradt és megosztotta velünk a gondolatait és válaszolt nézőink kérdéseire. Kedves nézőink, önök beszélgetést láttak Gráf Józseffel, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterre. Még egyszer köszönöm, hogy köszönöm a stúdióba. Köszönöm szépen, én is. Viszontlátásra. Viszontlátásra.